napot kívánok, az M3 autóparma vagyunk, 3 darab eredeti Toyota kulcs van nálam, a Mester Service kulcsával együtt. Ez egy RAV4-esnek a kulcs csomója itt a kezemben, amit rögtön ide behelyezünk a megfelelő nyílásba. 192.580 km-t futott az autónk, vajpuha kuplunk van benne, hát ez sajnos azért, mert minek cserélnünk kellett, mert el volt fáradva a szegény, de most olyan, mint a vaj, nagyon finoman lehet vele váltogatni, úgyhogy ez nem kell majd ezzel foglalkozni az elkövetkezendő 200.000 km-ben. Szép a kormánya, a kettő légzsákunk van jobbról-balról, a gépjárműben egy nagyon jó kis 1.8 benzinmotor, 125 lóerős, bordkomputer középpen itt előttünk, a CD rádiója, külső hőmérséklet mérő manuális klíma, egyszer amit találtam benne, és egy 5-ös váltó. Ezen kívül itt van az összes gépkönyve, szervizüzete leírásai, Feri és Peti kollégám ezeket átnézegették, valódinak találtunk benne mindent. Az autónkban egy jó kis extra, itt fölül ez a kellemes napfényes tető rész, amiben úszkálnak a szép bárányfelhők. Ezt nem adjuk hozzá, csak néha-néha majd kap belőle, aki megvásárolta. Elektromosan húzhatóak az ablakok benne, gyönyörű a belső ülés lapjai, illetve az oldalrész is nincs megkopva, hátul pedig szintén újszerű állapotnak örvend ez a hátsó rész, itt van, hogy kevesebbet használták. Hát Concerto az itt nézegeti, úgy látom, hogy lapozgatja ő is ezeket a szerviz számlákat, úgyhogy aki eljön, az nyugodtan ezeket szintén ellenőrizheti, valódiságát természetesen vállalunk érte garanciát. Az autónk egy háromajtós autó, innentől kezdve látható, hogy egy gyönyörű szép fekete metál színű autó, gyári lemezfelnikkel van, 2 év friss műszakival kerül, átadásra a kis jármű, szép ez a kis kromozás rajta, ezen a pótkerék tartón. Ezek az ülések, ezek dönthetőek, egy kis mozdulattal össze lehet csukni, lehet bele pakolni, rámolászni a hétvégi, illetve a kirándulásra való csomagokat bele lehet rakosgatni, el lehet benne kényelmesen férni. Kinyitottam a motorház tetőt, meg lehet hallgatni ezt a kis mocit benne. Amúgy az autó teljesen épp és szép, nem egy összetört, összekaristolt autót nézegetünk, hanem tényleg egy mutatós darab. És megpróbálom kinyitni, hát ha sikerül, sikerült. Itt is van egy szerviz címkéje, 2015-ben szervizelték le az autót, jó minőségű olajat tették bele, ahogy elnézem, szintén Toyotás címkével látták el, és a következő szervizél 195.000-nél következik majd. Hát a motorja az ilyen szépen csendesen teszi a dolgot, itt van az ABS agyunk, a klímacsövek, és tulajdonképpen ezen kívül nem tudok mit mutatni, csak azt tudom mondani, hogy gyertek el hozzánk, nézzétek meg, próbáljátok meg, jól jártok vele, a viszontlátásra!